Így gyorsítják fel a körpályán az autójukat a versenyzők. El kell érniük egy sebességet, hogy a néhány köpcentis motor le tudja majd adni a nyomatékot, és 200 km/h sebesség felé gyorsuljon. Pécsen rendezik a 73. sebességi automodell Európa-bajnokságot július 26-a és 28-a között az Ércbányász modellező klub pályáján. Összesen 11 ország versenyzői gyűlt össze, plusz egy ausztrál versenyzőnk is van, meglátogatott minket, ugye maga a kontinens bajnokság ugye nem indulhat, de mint kívülálló ezért, tehát így értékelve lesz majd, de magában az Európa-bajnoki ranglistában ugye nem lesz feltüntetve az ő eredménye. És így a 11 országból összesen 158 darab automodellel fognak itt versenyezni a versenyzők, 6 különböző kategóriában, a legkisebb a 1,5 centi, aztán 2,5 centi, 3,5 centi, 5 centi, 10, és van még egy speciálisabb kategória, és egy 3,5 centi motoros kategória, az kicsit eltérhetett az autóktól. Minden kategóriában más sebességre képesek ezek az autók. A legkisebb kategória másfelesbe, most, ha jól emlékszem, egy észtversenyző vezet 258 km/h sebességgel. Annyira nem volt boldog még, mert az ő autója az bőven tud 260 felett. Egyébként 269 itt ebben a kategóriában a világrekord. A 2,5-esben német versenyzőnk csinált egy 278-as eredményt. Ez nagyon örült neki, ez egy egyéni csúcs neki. Lehet, hogy Európa-bajnok is lesz már ezzel az eredménye, de hát még van vissza 2 nap a versenyből. A 3,5-esek 280-290 között tudnak körbeszáguldani a pályán. Az 5 köbcentisek már a 300-at is elérik, a 10 köbcentisek pedig a 310-345 km/h sebességet is tudják. A versenyen 8 kör átlagát veszik alapul a mérőrendszerben. Ez lesz majd a versenyző elért eredménye, ami alapján rangsorolják a legjobbakat. Az első napon kiemelkedően teljesített a budapesti Pető Gábor a magyarok közül. Ez a 3,5 centis kategória, hát a nagy izgalomban pontos eredmény, nem tudom, hogy mennyi lett, de mindenki azt mondja, hogy új magyar csúcs, úgyhogy nagyon örülök neki. Még sose csináltam ilyen eredményt, úgyhogy itt jól jött ki, hogy pont az Európa-bajnokságon ment ennyit az autó. A versenyző azt mondja, sokat kell dolgozni a modelleken, minden forduló után tisztítani, újra összerakni az autót, de megéri, ajánlja mindenkinek ezt a technikai sportot. Valaki szeret dolgozni, meg a mechanika, meg a motorok érdeklik, hát az az izgalom, hogy ott állsz és várod, hogy megy, nem megy, mi lesz, az ember meg keze remeg, amikor meglátja főleg egy ilyen eredményt, hogy... Ez a szép benne, igen. Ez a folyamatos izgalom. A magyarok összesen 24 autóval jöttek a pécsi Európa-bajnokságra. Minden kategóriában indul hazai versenyző, akik az ország különböző modellező klubjaiból érkeztek.